Civil kezdeményezésként indult. 5 éve minden Szent Miklós napon a magyar orosz barátságra emlékeznek Tokajban. A második Rákóczi Ferenc és Nagy Péter orosztár közötti jó kapcsolat a bortermelőkre is kihatott. Már a 18. században is több mint 50 ezer litert szállítottak hegyaljáról a cári udvarba. Később orosz borvásárló bizottság is alakult. A 285 éve létrehozott szervezet feladata az ekkor már világszerte ismert, főként minőségi édesbor oroszországi exportja volt. De a két ország kapcsolata jelenleg is fontos. Nem csak azért van jelentősége, mert 65 éven keresztül folyamatosan működött a borfelvásárlás, és valamikor II. Rákóczi Ferenc és Nagy Péter cár indította az egész mozgalmat, hanem azt gondolom, hogy a történelmünket ápolni, hagyományainkat tiszteletben kell tartani. Annak idején, amikor működött a borbarátság és a borfelvásárlás, akkor Tokaj települése nagyon jól élt ebből. Tokaj települése ugyebár annak a 27 történelmi borvidéknek az egyike, ami a Tokaj hegyalján található, azt gondolom, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet igényel. Az oroszok Tokaj hegyaljára és a kelet-magyarországi térségre vallási hagyományokat is hoztak. A borvásárló bizottság működésének hatására kezdték felépíteni a Szent Miklós ortodox templomot Tokajban, amely a település egyetlen, a térségben pedig a legnagyobb ortodox templom. Az épület később a görögkatolikus egyházi, majd az önkormányzat élet. Most mintegy 100 év után kerül vissza az építtető egyház tulajdonába. Mindenképpen szükségesnek ítélem, hogy az egyház visszakapja a jogos tulajdonát, hiszen ortodox őseink azért építették ezt a templomot, hogy az templomként funkcionáljon, az istenháza legyen, ne pedig valami egyéb olyasmi épület, aminek szánták az elmúlt időszakban galériaépület, vagy esetleg raktár, vagy még más rosszabb dolgok is történtek templomokkal. Tokaj városát mindig is az egyházi sokszínűség jellemezte. Az alig 5000 lakosú településen jelenleg a római és a görög katolikus, az evangélikus és a református egyház is aktív, de mellettük az ortodox és izraelita hitűek is saját templommal rendelkeztek régen. A templom átadása a vallásgyakorlás mellett a turizmust is segítheti majd. Én azt nonsensnek tartom, hogy egy templom önkormányzati tulajdonban legyen. Én azt gondolom, hogy az ősök nem ezért építették ezeket a templomokat, vagy ezt a templomot, hanem azért, hogy ott azok a hívők, akik ortodox hívők, ott tudják gyakorolni a vallásukat. És ez a legfontosabb üzenete, hogy minden a helyére kerül. A templomnak az egyháznál van a jó tulajdona, és én bízom abban, hogy ez a tulajdon nem csak egy tulajdon lesz, hanem kialakult Tokajban egy új hitközség, ami mindenképpen erősítheti Tokajt, erősítheti az itteni hittéletet. A térségben körülbelül 100 ortodox hívő ember él. A Szent Miklós templomot az átadást követően felújítják. 500 millió forintot fordítanak az épület rekonstrukciójára. Az egyház bízik abban, hogy az átadás és a felújítás hatására visszatérnek a hívek is a templomba.